Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban Magyarország leggyorsabb és legerősebb dízelmozdony sorozatáról lesz szó, avagy az M63-asról. Vágjunk is bele. A mozdonyok története a 60-as évek végén kezdődik, amikor is a MÁV-nál szükség mutatkozott az M61 és M62 mozdonyokon kívül más, nagy teljesítményű, személyszállításra is alkalmas, tehát vonatfűtő berendezéssel ellátott dízelmozdony beszerzésére. A tervek szerint a MÁV a Vorosi Lovgrádi mozdonygyár által kifejlesztett 140 km per órára alkalmas 2200 kW teljesítményű mozdonyt szerzett volna be. Ezt a típust ma leginkább Ludmilla néven ismerjük. 72 és 74 között esedékes szállításra MÁV 50 darabot megrendelt, de a szovjetek a beszerzési tervekben már nem szereplő M62 típusú mozdonyokból szállítottak további darabokat. Eközben hazánkban a gazmávok megvette a francia Piestik PA4 kötőjel 185 motorcsalád licenszét. A motortípust a gyár ekkor az M41 2002 pályaszámú mozdonyba építette be először, és ezzel a mozdonnyal elkezdték a próbafutásokat, amelyek jó eredménnyel zárultak. Az előzmények miatt a MÁV inkább magyar gyártású nagy teljesítményű dízelmozdonyok beszerzését vette célba. A mozdonyokból sikeresen próbázott motorokat kérték beépíteni, a GANZ emiatt két darab motort vásárolt, és hozzáfogott egy új típus kifejlesztéséhez. Ennek eredményeként 1970-ben DVM-10 típus jellel elkészült az M63-001 és 002. Ez a típus az évek során több becenevet is szerzett, ezek közül talán a legismertebb a gyík, amely valószínűleg a közel 20 méteres hosszának köszönhető. Egy másik, még ismertebb megnevezés a dízelgigant, ez a mozdony teljesítményéből adódik. A mozdonyok engedélyezett legnagyobb sebessége 130 km per óra, szolgálati tömegük 120 tonna, tengelyelrendezésük COCO, tengelyterhelése 20 tonna, indító vonóereje 400 kN, erőátvitele dízel villamos. A mozdonyokba Piestik gyártmányú 18 PA4V, kötőjel 185 típusú, 18 hengeres, V-henger elrendezésű, 4 ütemű, 2 turbófeltöltővel ellátott dízelmotor került. A motor névleges 1500 fordulat per perc fordulatszámon 1980 kW teljesítményt adott le. A motorra rugalmas tengelykapcsolóval kapcsolták a váltakozó áramú fő- és segédüzemi generátorokat, amelyek egyenirányítókon keresztül táplálták a vontatómotorokat, emellett közel állandó 220 voltos egyenfeszültséget biztosítottak az egyenáramú segédüzemi berendezések felé, valamint 72 voltos egyenfeszültséget a mozdony vezérlésének, és 1500 volt névleges feszültségű egyfázisú váltakozó áramot a személykocsik fűtésére. A mozdonyok villamos berendezése 2316 kW dízelmotor teljesítményre lett méretezve az esetleges későbbi fejlesztések okán. A mozdonyokba 6 darab vontató motor van beépítve, és ezeknek az együttes teljesítményének okán egy 2000 tonnás vonatot síkpályán 60 km per órával, egy 600 tonnás vonatot 110 km per órával, és egy kb. 450 tonnás vonatot 130 km per órával is tudott továbbítani. Az első két mozdonyt a MÁV a próbafutások után 1973. január 3-án és december 31-én vette állományba, és ezt figyelembe véve a sorozat 50 éves, ha nem ezt vesszük alapnak, akkor 53. A gépek a Szombathelyi Gépészeti Főnökségre kerültek ekkor. A mozdonysorozatból a prototípusok tapasztalatai alapján a MÁV 8 darabos rendelést adott le, amelyek 1975-ben készültek el és vette állományba a MÁV. Ezek a mozdonyok az M63-003-tól a 010-ig tartó pályaszámokat kapták. Ezeknek a gépeknek a motorját már a GANZ készítette, viszont a két turbófeltöltő helyett már csak egy darab más típusú feltöltővel készültek. Az összes mozdony ekkor a Ferencvárosi Fűtőházhoz került, a vontatási feladatokat elsősorban nehéz személyszállító vonatok és nemzetközi gyorsvonatok alkották a Budapest-Kelet-Bujai, ma 150-es vasútvonalon. A nagy vonóerejük ellenére ekkor még elég ritkán láttak el tehervonati szolgálatot. Tartósan a mozdonyok közül először a 006-os pályaszámú mozdony állt le 1979. március 27-én a motor súlyos sérülése miatt.
A következő a 007-es volt 1979. november 30-án, szintén a dízelmotor súlyos sérülése miatt. Ezek a mozdonyok 1980. augusztus 4-én az északi járműjavítóba kerültek D4-es jelű javításra, amit azonban soha nem végeztek el. A kelebiai vonal villamosítása miatt 1980. január 1-től a gépek a szombathelyi gépészeti főnökségre kerültek, itt főleg a Budapest-Szombathely gyorsvonatokat továbbították, de néha tehervonatokat is mögéjük akasztottak. A mozdonyok korábban is jelentkező problémái itt is jelentkeztek, de Szombathelyen mégis nagyobb volt az üzemkészsége a típusnak. A következő tartósan leálló gép a 008-as volt, amely a főgenerátor csapágy melegedése miatt állt le 1982. szeptember 23-án és 30-án már az északi járműjavítóba került, azonban a későbbi sorsa úgy alakult, hogy Szombathelyre visszaszállították alkatrészbányának. Ezek után következett 1985. január 7-én a sorozat talán végső koporsó szegét jelentő baleset, amelyet talán elég sok vasútbarát ismer, amely nem más, mint hogy az M63-004 pályaszámú mozdony főgenerátorának forgó része szétrepült, ezzel először roncsolva a villamosberendezéseket, majd a tetőt átszakítva az első kocsiban landolt, ott az anyagi káron kívül személyi sérülést okozva. Ezek után ezt a mozdonyt már nem újították föl, és a 006, 007, 008 pályaszámú mozdonyokkal együtt 1987. november 7-én se lejtezték, miután a 004-esből már több alkatrészt az üzemelő mozdonyok számára nem lehetett biztosítani. A 004, 006, 007 mozdonyokat az északi járműjavítóban, a 008-ast a Szombathelyen se lejtezték. A 005-ös pályaszámú mozdony alkatrészéből gyakorlatilag újjá lett építve a 009-es pályaszámú mozdony, amely a felújítás után a selejtezéséig a sorozat legmegbízhatóbb tagja volt. A 80-as évek vége felé a 003 és a 010 pályaszámú mozdonyok szinte csak teherforgalomban közlekedtek, az 1-es, 2-es és 9-es pályaszámú gépek meg már csak szakaszosan üzemeltek. Az utolsó darabok selejtezése után a 003-as számú gép megőrzésre került, amely ma a vasúttörténeti parkban található meg, üzemképtelen állapotban. Az M63-002 pályaszámú mozdonyon más motorfelfüggesztést alkalmaztak, mint a többin, így alkalmassá tették 160 km/h közlekedésre is. Ezzel a mozdonnyal kísérleteztek is 160 km/h-val, így Magyarországon ez volt a leggyorsabb dízelmozdony. Köszönöm mindenkinek, hogyha megnézte a videót, ha tetszett, nyomjon egy lájkot, iratkozzon föl, kommenteljen, és hát találkozunk a következő videóban.